Már javában zajlik az oltás a kínai Sinopharm vakcinával. Ezek a hétfő délelőtti felvételek Garai Erzsébet házi orvosi rendelőjében készültek. A regisztrált idősek közül volt olyan, aki kifejezetten ezzel a vakcinával szerette volna beoltatni magát. Én ezt választottam, ezt. Úgyhogy ez jó. Igaz, még nem voltam oltva eddig, de hát ez nem tudom. Majd beválik, mi lesz. Gondolom nem lesz baj. Zolnai Ferencné a férjével együtt érkezett az oltásra. Azt mondta, semmit sem érzett, nála rendben ment minden, jó a közérzete. Szólt a doktornő, hogy mikor kerül ránk a sor, mi nem válogattunk, a férjemmel együtt vagyunk, nem válogattunk, megelégedtünk azzal, amit a főorvosnő. Bízunk benne, ő kínálta, elfogadtuk a kínait, a Sinopharmot. Ebben a házi orvosi rendelőben csütörtökön 19, pénteken 21 embert oltottak be kínai vakcinával. A munka hétfőn folytatódott. Garai Erzsébet elmondta, páciensei eddig nem jelentettek neki semmilyen kellemetlen reakciót. Tudnunk kell azt, hogy a betegeink közül kik azok, akik félnek, akik nem igazán fogadnak el semmit könnyen. Azoknak is elmondtam, hogy ők most következnek. A magyar állam az ő részükre megvásárolta a vakcinát. A vakcina mi hűtőszekrényünkben tartózkodik, ekkor tudom adni, de ha azt mondta, hogy nem kéri, senkit nem erőltetünk. Elmondom, hogy a teljes testanyagot tartalmaz, elmondom, hogy én magam ezt választottam volna, ha akkor én választhatok. Én akkor választottam, hogy igen vagy nem, de aki nem kérte, hát ez azt hiszem, hogy a felhívott olyan 70 betegből talán 4 volt, aki nem kérte, és ő nekik szóltam, hogy amikor más vakcinával tudunk oltani, akkor ismét fogom őket keresni. Békés megyében az országos átlaghoz képest az elmúlt napokban kisebb mértékben nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, de az elmúlt héten a mutációk miatt a korábbiakhoz képest újra jobban terjed a kór. Mivel a járványnak ismét egy felfelé ívelő hullámán vagyunk, a szakemberek szerint fontos, hogy az oltással minél többen jussanak hozzá a védettséghez. Ehhez első lépésként regisztrálni kell.